Jubileumok könyve 31. fejezet És a hónap újholdján Jákob így szólt a háza népéhez. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát, és keljetek fel, és menjünk Bétábe, ahol fogadalmat tettem neki napon, amikor megmenekültem Ézsau testvérem színe elől, mivel velem volt, és békében hozott engem erre a földre. Vessétek hát ki az idegen hatalmasságokat magatok közül! és átadták az idegen hatalmasságokat, és amik voltak a fülükben, a nyakukban, és a báványokat, amelyeket Ráhel ellopott lábántól, atyától, mindet átadta Jákobnak. És Jákob elégette, darabokra törte, és elpusztította azokat, és elrejtette egy tölgyfalat sekem földjén. És a hetedik hónap újholdján felment Bétába, és épített ott egy oltárt azon a helyen, ahol aludt, és felállított ott egy oszlopot, és üzenetet küldött atyának, izsáknak és anyjának, Rebekának, hogy jöjjenek el áldozatához. És Izsák így szólt, jár fiam Jákob, hadd lássalak, mielőtt meghalok. És Jákob elment atyához, Izsákhoz és anyához Rebekához, Ábrahám házához, és magával vitte két fiát, Lévit és Júdát, és odaért atyához, Izsákhoz és anyához Rebekához és Rebeka kijött a toronyból annak elébe Jákobot megcsókolni és megölelni. Mert szelleme felélénkült, amikor ezt hallotta. Íme Jákob fiat megjött, és megcsókolta. És meglátta két fiát, és felismerte őket, és azt mondta neki, ezek a fiait, fiam. És átölelte, és megcsókolta őket, és áldotta őket mondván, bennetek Ábrahám magja híres lesz, és áldásnak bizonyultok majd a földön. És Jákob bement Izsákhoz atyához a kamrába, ahol feküdt, és két fia vele volt, és megfogta apja kezét, és lehajolva megcsókolta. Izsák pedig Jákobnak, az ő fiának nyagába kapaszkodott, és sírt annak a vállán. És a sötétség elhagyta Izsák szemeit, és látta Jákob két fiát, Lévit és Júdát, és így szólt. Ezek a fiait, fiam, mert olyanok, mint te. És Jákob mondta neki, hogy valóban a fiai, és jól látod, hogy ők igazán a fiaim. És hozzájárultak, odafordult, és megcsókolta őket, és együtt ölelte mind a kettőt. És a profétálás szelleme szállt a szájára, és vette Lévit jobb keze felől, és Júdát bal keze felől. És Lévihez fordult először, és kezdte áldani, és így szólt hozzá. Mindenek elohémja, minden korszakok ura, áldjon meg téged, és gyermekeidet minden korszakon keresztül. És adjon Jahua neked és magodnak nagyságot, nagy dicsőséget, és cselekedje, hogy minden hús közül te és magod jelenjetek meg előtte. És szolgáljatok szentélyében úgy, mint a jelenlét angyalai és a szentek. Hozzájuk hasonlóan, fiaid magja legyen dicsőségre, nagyságra és szentségre, és tegye ő nagyjá őket minden korszakokban és bírák és fejedelmek lesznek, és Jákob fiai minden magjának vezetői. Jahua beszédét szólják igazságosságban, és gyakorolják az ő minden ítéletét egyenességben, és kijelentik az én útaimat Jákobnak, és ösvényemet Izraelnek. Jahua áldása lesz szájukba adva, hogy megáldják kedvelt magjának mindegyikét. Anyád Lévinek nevezett, és igazság szerint adta ezt a nevet, mert csatlakozol Jahuához, és társa leszel Jákob minden fiainak. Legyen asztal a tiéd, és te és a te fiaid egyetek arról. És legyen asztalod tele minden nemzedékben, és ne fogjon elétked minden korszakokon át. És mindaz, akik téged gyűlölnek, földre borulnak előtted, és minden ellenségeid legyenek gyökerestő kitépve és elpusztítva és áldott legyen az, aki állt téged, és átkozott minden nép, amely átkoz. És Judához így szólt. Jahúa adjon neked erőt és hatalmat, hogy megtaposd minden gyűlölődet. Fejedelem leszel, és fiaid közül egy, Jákob minden fiain. És neved és fiaid neve jusson el minden földre és vidékre, akkor az idegenek félni fognak arcodtól, és minden nemzetek reszketnek. Benned lesz Jákob segítsége, és benned találtatik majd Izrael szabadítása. És amikor igazságosságod méltóságának trónján ülsz, nagy békesség lesz a kedvelt fiainak minden magjára. Áldott legyen, aki megállt téged, és mindaz, aki gyűlöl, nyomorgat és átkoz, legyen kigyomláva és kipusztítva a földből, és legyen átkozott. És megfordult, újra megcsókolta és megölelte, és felette örvendezett, mert látta Jákobnak, fiának fiait valóságosan. És Jákob előre lépett, leborult és meghajolt előtte, és megáldotta őket. És aznap este ott pihent apjával, izsákkal, ettek és ittak örömmel. És elaltatta Jákob két fiát, az egyiket jobb keze felől, a másikat a bal oldalán, és ez igazságosságú számítatott neki. És Jákob elmondott mindent apjának ezen az éjszakán, hogy Jahú nagy könyörületet láttatott vele, és hogy minden útjában előre vitte és megvédte minden gonosztól. És Izsák áldotta atyának Ábrahámnak Elohimját, aki nem vonta vissza könyörületét és igazságosságát szolgájának Izsáknak fiaitól. És reggel Jákob elmondta atyának Izsáknak az esküt, amelyet tett Jahuának, és a látomást is, amelyet látott, és hogy épített egy oltárt, és hogy minden készen volt az áldozatra, hogy azt Jahua előtt megtegye, ahogy megfogadta. És hogy azért jött, hogy szamára ültesse Izsákot, és magával vigye. De Izsák így szólt Jákobhoz fiához. Nem vagyok rá képes, hogy menjek veled, mert öreg vagyok, és nem bírnám ki az utat. Menj fiam békében, mert ezen a napon 165 éves vagyok és nem tudok hosszabb útra menni veled. Vid anyádat a szamáron, és menjen ő te veled. És tudom, fiam, hogy miattam jöttél. Legyen tehát ez a nap áldott, amelyen életben láttál engem, és én is láthattalak téged, fiam. Teljesítsd és vidd végbe az esküt, amelyet fogadtál, és ne szegd meg esküdet, hogy ne légy felelősségre vonva az eskü miatt. Most azért igyekez, hogy megcselekedd azt, és legyen elégedett ő, aki mindeneket alkotott, akinek tetted a te fogadásodat. És mondta Rebekának, menj Jákob fiaddal. És Rebeka elment Jákobba a fiával, és Debóra vele, és odaértek Bétába. És Jákob megemlékezett az imáról, amelyel atya megáldotta őt és két fiát, Lévit és Júdát, örvendezett és áldotta atyának, Ábrahámnak és Izsáknak Elohimját és ezt mondta, most tudom, hogy örökké való reménységem van, és fiaimnak is, mindenek elohémja előtt. És így van elrendelve kettejük felől, és mint egy örökké való bizonyságot jegyzi fel a mennyei táblákon, hogy miként áldotta meg őket Izsák. 32. fejezet És ott maradt azon az éjjelen Bételben, és Lévi megálmodta, hogy rendelet született, hogy megtették őt a magasságos Elohim papjává őt és fiait mindörökre, és felébredt alvásából és áldotta Jahuát. És Jákob korán felkelt ennek a hónapnak a 14én, és tizedet adott mindenből, ami vele jött, emberből és baromból, aranyból, minden edényből és ruhával, igen, mindenből tizedet adott. És azokban a napokban Rákel terhes lett fiával Benyáminnal és Jákob a fiait tőle fölfelé, és Lévi esett Jahuának részére. És atya felruházta a papságnak ruháival, és megtöltötte kezeit. És ennek a hónapnak a 15-én az oltárhoz vitt 14 ökröt a marhák közül, 28 kost, 49 juhot, 7 bárányt és 21 kecskegidát égő áldozatul az áldozati oltáron, kedves illatul Elohim előtt. Ez volt áldozata esküjének megfelelően, amit megfogadott, hogy egy tizedét adja mindenének a gyümölcsáldozatukkal áldozatukkal és italáldozatukkal együtt. És mikor a tűz felemésztette, az tömjént égetett tűzzel a tűz fölött, és hála áldozatú két ökröt, négy kost, négy juhot, négy bakkecskét, két egyéves juhot és két kecskegidát, és ezt tette naponta hét napon keresztül. És Jákob és minden fia és férfiai, ették ezt ott örömmel a hét nap alatt, áldva és hálákodva Jahuának, aki kihozta minden megpróbáltatásaiból, és megadta neki fogadását. És megtizedelte az összes tiszta állatot, és készített égő áldozatot, de a tisztátalan állatokat nem adta Lévinek, fiának, és odatta neki minden férfi lelkét. És Lévi teljesítette a papi hivatását Bétában, atya Jákob előtt, tíz testvérénél inkább, és pap volt ott, és Jákob megadta fogadalmát. Ezért tizetet adott ismét Jahuának, és megszentelte azt, és a szent lett ő neki. És ennek okáért ismét el van rendelve a mennyei táblákon a tized törvényként, hogy egyék azt Jahua előtt évről évre azon a helyen, amely ki van választva, hogy neve ott lakozzon, és ez a törvény mindörökké érvényes. A rendelés úgy szól, hogy töltsék az be évről évre, hogy egyék a második tizedet Jahua előtt azon a helyen, amely ki lett választva, és semmi ne maradjon meg abból az idei évről a következő évre. Mert a saját évében legyen a mag elfogyasztva abban az évben, a magoknak való betakarításáig, és a bor a bor napjaig, és az olaj idényének napjaig. És minden, ami megmarad abból és megavul, legyen a szennyezetnek tekintve, legyen megégetve tűzzel, mert tisztátalan az. És ezért egyék együtt azt a szentében, és ne engedjék, hogy megavuljon. És minden tized az ökörből és a juhokból szent lesz Jahúa előtt, és a papjai lesznek, amit el fognak fogyasztani ő előtte évről évre, mert ezért lett ez elrendelve és bevésve a mennyei táblákra, a tizedre nézve. És a következő éjszakán, ennek a hónapnak a 22. napján Jákob elhatározta, hogy megépíti azt a helyet, és hogy körbeveszi a kertet egy fallal, és megszenteli azt, és szenté teszi örökké magának és gyermekeinek ő utána. És Jahúa megjelent neki éjszaka, megáldotta, és mondá neki: A te neved ne neveztessék Jákobnak, hanem Izraelnek fogják nevezni neved. És ismét szólt hozzá, én vagyok Jahua, aki alkotta az eget és a földet, és megnövellek, és igen-igen megsokasítalak téged, és királyok származnak majd tőled, és uralkodni fognak majd minden talpalatnyi helyen, ahová csak emberi láb lép. És magodnak adok minden földet, amely az ég alatt van. Azok pedig uralkodni fognak minden nemzeten, akaratuk szerint. És azután megkapják majd az egész földet, és birtokolni fogják azt örökre. Miután befejezte beszédét vele, fölemelkedett mellőle. Jákob pedig nézte, amint felszáll az égbe. És látta éjszakai látomásban, íme egy angyal leszállt az égből hét táblával a kezében. És odaadta azokat Jákobnak, és elolvasta azokat, és megtudta mindazt, ami rá volt írva azokra. Amelyek megtörténnek majd vele és fiaival az eljövendő korszakokban. És megmutatott neki mindent, ami írva volt a táblákon, és mondá neki, ne építsd meg ezt a helyet, és ne tedd ezt örökkévaló szentélyé, és ne lakozz itt, mert ez nem az a hely. Menj atyád Ábrahám házához, és lakozz atyáddal Izsákkal, atyád halálának napjáig. Mert Egyiptomban fogsz meghalni békességben, és ebben a földben leszel eltemetve tisztességben, atyáid sírjában Ábrahámmal és Izsákkal. Ne félj, mert ahogy láttad és olvastad, úgy lesz minden, és ír le mindent, amit láttál és olvastál. És Jákob mondá, Adonai, hogyan emlékezzek mindenre, amit olvastam és láttam? És felele neki, minden dolgot emlékezetedbe fogok juttatni. És felment tőle, és Jákob felébredt alvásából, és emlékezett mindenre, amit olvasott és látott, és leírta annak minden szavát, amit olvasott és látott. És ünnepelt ott még egy napot, és áldozott mindannak megfelelően, ahogy áldozott az előző napokon, és nevezte ennek nevét kiegészítésnek, mert ez a nap hozzá lett adva, és az előző napokat nevezte az ünnepeknek. És így nyilvánvaló lett, hogy ennek meg kell lennie, és hogy megvan írva a mennyei táblákon, ezért lelepleződött neki, hogy ünnepelje azt, és adja hozzá az ünnep hét napjához és ennek neve kiegészítés lett, mert fel volt jegyezve az ünnepnapok között az év napjainak száma szerint. És éjszaka ennek a hónapnak a 23-án Debóra, Rebeka ápolója meghalt, és eltemették a város alatt. A folyó tölgye alá is nevezte annak a helynek nevét Debóra folyójának, és a tölgye Debóra a tölgyének. És Rebeka elment és visszatért házába atyához, Izsákhoz, és Jákob küldött kezelte a kosokat, juhokat és bakkecskéket, hogy készítsen ételt atyának, ahogy azt kívánta. És elment anyja után, amíg Kabratan földjére érkezett, és ott lakozott. És Rákhel fiat szült az éjjel, és úgy nevezte annak nevét az én bánatomnak fia. Mert szenvedett a szülés során, de atya nevezte nevét Benyáminnak. Ennek a jubileumnak a hatodik évhetének első évében, a nyolcadik hónap tizenegyedikén. És meghaldott Rákhel, és el lett temetve Efrát földjében, ami ugyanaz, mint Betlehem. És Jákob oszlopot emelt Rákhel sírján, az úton Rákhel sírja felett. 33. fejezet. És Jákob ment és lakozott Magdaladraftől délre, és elment atyához Izsákhoz, ő is felesége Lea, a tizedik hónap új holdján. És Rúben látta Bilhát, Rákel szolgálóját, atyának ágyasát vízben fürdőzni egy titkos helyen, és szerette őt. És elbújt éjszaka, és bement Bilha házába éjszaka, és egyedül aludva talált rá az ágyában. És feküdt vele, és Bilha felébredt, és látta, Íme Rúben feküdt vele az ágyában, és Bilha felemelte takarójának szegélyét, és megragadta, felkiáltott, és felfedezte, hogy Rúben az, és elszégyelte magát miatta, és elengedte őt, és Rúben elszaladt. És Bilha rendkívül elkeseredett a dolog miatt, és nem mondta el senkinek. És mikor Jákob visszatért, és kereste felele neki, nem vagyok tiszta te neked, mert belettem mocskolva téged illetően, mert Rúben bemocskolt engem, és az éjjel velem feküdt, én pedig aludtam, és nem jöttem rá, amíg fel nem fette alsó ruhámat, és lefeküdt velem. És Jákob rendkívül dühös volt Rúbenre, mert az bihával hált, mert felfette atyának alsó ruháját. És Jákob többé nem közeledett bihához, mert Rúben bemocskolta. És bármely ember, aki felfedi atyának alsó ruháját, annak cselekedete nagyon gonosz, mert utálatos az az ember Jahua előtt. Ennek okáért megvan írva és el van rendelve a mennyei táblákon, hogy az ember ne feküdjön atyának feleségével, és ne fedje fel atyának alsó ruháját, mert ez tisztátalan. Mindketten halljanak meg együtt az ember, aki atyának feleségével fekszik, és a nő szintén, mert tisztátalanságot hoztak a földre és ne legyen semmi tisztátalan a mi Elohimünk előtt a nemzetben, amit kiválasztott magának tulajdonul. És ismét írva van másodszor is, átkozott, aki apja feleségével hál, mivel felfedte apja szemérmét. Jahuának minden szentjei pedig mondják rá, úgy legyen, úgy legyen. Te pedig Mózes, rendelled Izrael fiainak, hogy tartsák meg ezt az igét, mivel halálos ítélet jár ezért, és tisztátalanság ez. Nincs engesztelés, mely kiengesztelne azért az emberért, aki ezt elköveti sohasem, hanem őjék meg, és vágják le, és kövezzék meg kövekkel, és írtsák ki a mi Elohimünk népének soraiból mivel nem szabad élnie akár egyetlen napig is a földön annak, aki ilyet tesz Izraelben, mivel utálatos és tisztátalan az. És nem mondják azt Rúbenről, életet nyert és megbocsájtást, miután atyának ágyasával hált, és az asszony is pedig férje volt neki, és férje Jákob Rúben atya még életben volt. Mert addig az ideig nem volt felfedve a rendelet, az ítélet és a törvény annak teljességében mindenre vonatkozóan, de a te napjaidban fel lett fedve, mint az időszakok és napok törvénye, és egy örökkévaló törvény az örökkévaló nemzedékeknek. És erre a törvényre nincs a napoknak bevégződése, és nincs jóvátétel érte, hanem mindkettőt ki kell írtani a nemzet közepette, azon a napon, amelyiken elkövették ezt, pusztítsátok el őket és te Mózes írdesz le Izraelnek, hogy megtartják, és ezek szerint a szavak szerint tegyenek, és ne kövessenek el halára vivő bűnt, mert Jahua a mi Elohimunk bíró, aki nem személyválogató és nem fogad el ajándékokat és mondd el nekik a szövetségnek ezen szavait, hogy hallhassák és megtarthassák, és őrizzék magukat tisztelettel azokra nézve, és ne legyenek elpusztítva és kiírtva a földről, mert tisztátalanság és utálatosság és szenny és mocsok mindenki, aki ezt elköveti a földön a mi Elohimünk előtt. És nincsen nagyobb vétek, mint a fajtalankodás, amit ők ketten elkövettek a földön. Mert Izrael szent nemzet, Jahuának, Elohimjának és örökség nemzete, és papi és királyi nemzet, és saját tulajdona, és nem mutatkozzon ilyen tisztátalanság a szent nemzet közepette. És ennek a hatodik évhétnek a harmadik évében Jákob és minden fia elment és lakozott Ábrahám házában, atyához, Izsákhoz és anyjához, Rebekához közel. És ezek voltak Jákob fiainak nevei. Az első szülött Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Iszakár, Zebulin, Lea fiai és Ráká fiai, József és Benyámin, és Bilha fiai, Dán és Naftali, és Zilpa fiai, Gád és Ásár, és Dina, Lea leánya, Jákob egyetlen lánya. És eljöttek és meghajoltak Izsák és Rebeka előtt, akik, amikor meglátták őket, áldották Jákobot és minden fiát, és Izsák rendkívül örvendezett, mert látta Jákobnak kisebbik fiának fiait, és megáldotta őket. 34. fejezet A 44. jubileumban, ennek az évhétnek a hatodik évében Jákob elküldte fiait, hogy legeltessék juhait, és a szolgákat is velük sekem legelőjére. És az amoriták hét királya összegyűjtötte magát ellenük, hogy elpusztítsa őket a fák rejtekéből, és hogy zsákmányként elvigye marháikat. Jákob, Lévi, Júda, és József Izsáknak atyuknak házában voltak, mert szelleme szomorú volt, és nem akarták elhagyni őt. És Benjamin volt a legfiatalabb, és ezért az apjával maradt. És eljöttek Tapi királyai, és Aresa királyai, és Seragán királyai, és szelló királyai, és Gás királyai, és Betoron királyai, és Mánisakír királyai, és mindazok, akik a hegyekben laknak, és akik az erdőkben laknak Kánán földjén. És tudtára adták Jákobnak mondván, íme az Amoriták királyai körülfogták fiaidat, és kifosztották nyájaidat. És felkelt házából ő és három fia, és atyának minden szolgálója, és saját szolgálói. És elment ellenük hat emberrel, akik kardokat vittek. És levágta őket sékem mezőjén, és üldözte azokat, akik elfutottak, és levágta őket a kard élével és levágta Áresát és Taput, és Sáregánt és Selót, és Amani Sakét, és Gágást, és visszaszerezte a nyájait, és uralkodott felettük, és adót vetett rájuk, hogy fizessenek adót neki. Öt gyümölcs terményt földjeikről, és megépítette Róbelt, és Támnatárest. És visszatért békében, és békét kötött velük, és szolgáló élettek addig a napig, amíg Jákob és fiai lementek Egyiptomba. És ennek az évhétnek a hetedik évében elküldte Józsefet Sékem földjére, hogy tudja meg, hogyan boldogulnak házából való testvérei, és Dotán földjén talált rájuk. És áruló módjára viselkedtek vele, és tervet készítettek ellene, hogy levágják, de meggondolták magukat, és eladták Izmálit a kereskedőknek, akik levitték Egyiptomba, és eladták Potifárnak, a fáraó eunukjának, a szakácsok főnökének, városa papjának. És Jákob fiai levágtak egy gidát, és bemártották József köntösét a vérbe, és elküldték Jákobnak, atyuknak a hetedik hónap tizedikén. És Jákob aznap egész éjjel gyászolt, mert este vitték neki oda. És hevessé lett gyásza haláláért, és mondá, egy gonosz vadállat felfalta Józsefet és házának minden tagja gyászolt vele azon a napon, és búsultak és gyászoltak vele egész nap. És fiai és lánya felkelt, hogy vígasztalja, de elutasította a vígasztalást a fiáért. És azon a napon biaha meghallotta, hogy József meghalt, és meghalt őt gyászolva. És Kafratevben élt, és Dina, Jákob lánya szintén meghalt, miután József elveszett. És egy hónapban jött Izraelre ez a három gyász, és eltemették Bielhát Rákás sírkövével átellenben, és Dinát lányát szintén ott temették el. És gyászolt Józsefért egy évet, és nem szűnt meg gyászolni, mert mondá, hadd menjek le a sírba gyászolva az én fiamért. Ennek okáért el van rendelve Izrael gyermekei részére, hogy bánkódjanak a hetedik hónap tizedikén, azon a napon, amikor a hír, amitől a siratni kezdte Józsefet elért Jákobhoz atyához, hogy adjanak jóvátételt magukért egy fiatal kecskét a hetedik hónap tizedik napján, egyszer egy évben bűneikért, mert megszomorították atyuknak szeretetét Józsefnek fiának irányába és ez a nap el lett rendelve, hogy búsuljanak azon védkeik miatt, és minden bűneik miatt, és minden hibáik miatt, hogy megtisztíthassák magukat azon a napon egyszer egy évben. És miután József meghalt, Jákob fiai feleségeket vettek maguknak, Rúben feleségének neve Ada, és Simeon feleségének neve Adba, egy kananeus. És Lévi feleségének neve Melka, Arám lányai közül Tera fiainak ivadékából. És Júda feleségének neve begasúá egy kananeus. És Iszakár feleségének neve Hezaga, és Zebulon feleségének neve Niman és Dán feleségének neve Egla, és Naftali feleségének neve Rású, Mezopotámiából, és Gád feleségének neve Maka, és Áser feleségének neve Iona, és József feleségének neve Asenát, az egyiptomi, és Benjamin feleségének neve Iasaka. És Simeon megtért és vett magának második feleséget Mezopotámiából, ahogy testvérei. 35. fejezet és a 45. jubileum első évhetének első évében Rebeka magához hívta Jákobot, fiát, és megparancsolta neki, atyára és testvérére tekintettel, hogy tisztelje őket életének minden napjában. És Jákob mondta mindent megteszek, ahogy megparancsoltad nekem, mert ez a dolog tisztesség és nagyság lesz nekem, és igazságosság Jahua előtt, hogy tiszteljem őket. És te is, anyám, tudod az időtől, hogy megszülettem a mai napig minden cselekedetemet, és mindent, ami szívemben van, hogy mindig mindent illetően jót gondolok. És hogyan is ne tehetném ezt a dolgot, amit megparancsoltál nekem, hogy tiszteljem atyámat és testvéremet. Mondd el anyám, milyen romlottságot láttál bennem, és elfordulok attól, és kegyelem lesz rajtam. És felele neki. Fiam, nem láttam benned egész életem során semmi romlottságot, hanem csak becsületes cselekedeteket. De most elmondom neked az igazat fiam, meg fogok halni ebben az évben, és nem fogom túlélni ezt az évet életemben. Mert álomban láttam halálomnak napját, hogy nem fogok élni 155 évnél tovább, és íme betöltöttem életemnek minden napját, amelyet élnem kellett. És Jákob nevetett anyjának szavain, mert anyja azt mondta neki, hogy meg fog halni, és Rebeka szembeült ő vele, erejének teljében és nem volt meggyengülve erejében mert kiment, és bejött, és látott, és fogai erősek voltak, és semmi gyengélkedés nem érintette életének napjaiban. És Jákob így szólt hozzá, boldog lennék anyám, ha éveim megközelítenék a te életed éveit, és ha megmaradna erőm bennem, úgy, mint a te erőd, nem halsz meg, hanem tréfász velem a halálodat illetően. És Rebeka bement Izsákhoz, és így szólt hozzá, egy kérésem van hozzád, eskesd meg Ézsaut, hogy nem árt Jákobnak, és nem folytatja az ellenségeskedést. Hiszen ismered Ézsau gondolatait, szándékát, hogy romlottak azok ifjúságától fogva, és nincs benne becsületesség, mert elhatározta, hogy megöli őt halálod után. És tudod mindazt, amit tett, attól a naptól fogva, hogy fivére Jákob hárámba ment egészen a mai napig hogyan hagyott el bennünket egész szívével és gonoszat tett velünk, nyájaidat elvette magának, és minden jószágokat elragadta tőled. És amikor kérdeztük és könyörögtünk neki tulajdonunk miatt, úgy tett, mint aki sajnál bennünket. Elkeseredett veled szemben azért, mert Jákobot áldottad meg. Tökéletes és egyenes viadat, mivel benne nincs gonoszság, Csakis jó, és amióta megérkezett hárámból, mindmáig nem rövidített meg bennünket egyáltalán semmivá, hanem mindig mindeneket elénk hoz a maga idénye szerint, és teljes szívével örvendezik, amikor elfogadjuk tőle azokat, és áld minket, és nem hagyott el bennünket hárámból való hazatérte óta egészen a mai napig, és folyvást velünk van, és tisztel bennünket. És Izsák mondá neki. Én is tudom és látom Jákob cselekedeteit, aki velünk van, hogy hogyan tisztel bennünket teljes szívéből. De korábban Ézsaut szerettem jobban, mint Jákobot, mert ő volt az első szülött. De most Jákobot szeretem jobban Ézsaunál, aki sokféle gonosz cselekedetet tett, és nincs benne igazságosság, mert minden útja igazságtalanság és erőszak. És most szívem nyugtalan cselekedetei miatt és sem ő, sem magja nem lesz megmentve, mert ők azok, akik el lesznek pusztítva a földről, és ki lesznek írtva az ég alól, mert elhagyta Ábrahám Elohimját, és feleségei után ment, és tisztátalanságok után, és hibáik után, ő és gyermekei. És te megkötsz engem, hogy esküdjön meg, hogy nem fogja levágni Jákobot testvérét, még ha megesküszik is, nem fog megmaradni esküje mellett, és nem fog jót cselekedni, hanem csak gonoszat. De ha lekívánja vágni Jákobot testvérét, Jákob kezeibe lesz adatva, és nem fog menekülni kezeiből, mert beleesik majd kezeibe. És ne félj Jákob felől, mert Jákob őrzője nagy, és hatalmas és méltóságos, és jobban dicsőített, mint Ézsau őrzője. És Rebeka küldött Ézsauért és magához hívta, és hozzájött és Rebeka mondá neki. Van egy kérésem, fiam tefeléd, és ígérd meg, hogy megteszed, fiam és felele. Megteszek mindent, amit mondasz nekem, és nem fogom kérésedet elutasítani. És mondá neki, megkérlek, hogy azon a napon, amelyen meghalok, vigyél engem és temessel sárához, atyád anyjához közel. És te is, Jákob, szeressétek egymást, és egyik őtök se kívánjon gonoszt a másik ellen, hanem csak kölcsönös szeretetet. És így virágozni fogtok, fiaim, és tisztává lesztek a földnek közepette, és nem fog semmi ellenség fölöttetek örvendezni. Áldás és kegyelem lesztek mindazok szemében, akik szeretnek titeket. És felele mindent megteszek, amit mondtál nekem, és elfoglak temetni, amely napon meghalsz sárához, atyám anyjához közel, ahogy kívántad, és csontjai csontjaidhoz közel lesznek. És Jákobot testvéremet szintén szeretni fogom minden test felett, mert nincs nekem testvérem az egész földön, hanem csak ő és ez nem nagy érdem nekem, ha szeretem, mert testvérem, és együtt vettettünk be testedbe, és együtt jöttünk ki méhedből. És ha nem szeretem az én testvéremet, kit szeressek? És magam könyörgök neked, hogy tanácsold Jákobot felőlem és fiaim felől, mert tudom, hogy kétségtelenül király lesz felettem és fiaim felett. Mert azon a napon, amikor atyám megáldotta, őt tette a nagyobbá, és engem az alacsonyabbá és megesküszöm neked, hogy szeretni fogom, és nem fogok gonoszt kívánni ellene életemnek minden napjában, hanem csak jót. És megesküdött Rebekának mindezen dolgok felől, és Rebeka magához hívta Jákobot Ézsau szemei előtt, és parancsot adott neki azon szavak szerint, amiket Ézsaunak mondott. És Jákob felele, a te kedvedre teszek, higgy nekem. Nem fog tőlem gonosz eredni, vagy az én fiaimtól Ézsau ellen, és nem leszek első semmiben, kivéve a szeretetben. És ettek és ittak, ő és fiai azon az éjjel, és meghalt Rebeka, három jubileum, és egy év hét, és egy év idősen, azon az éjjel, és két fia Ézsau és Jákob eltemette a kettős barlangban Sárához, atyuk anyjához közel. Jubileumok könyve 36. fejezet És ennek az évhétnek a hatodik évében Izsák magához hívta két fiát, Ézsaut és Jákobot, és azok hozzájöttek és mondá nekik. Fiaim, elmegyek atyáim útjára az örök házba, ahol atyáim vannak. Azért temessetek közel Ábrahámhoz, atyámhoz, a kettős barlangba, a Hitteus Efron mezején, ahol Ábrahám megvásárolta a sírt, hogy temessen abban a sírba, amit ástam magamnak, oda temessetek engem. És azt parancsolom, fiaim, hogy gyakoroljatok igazságosságot és becsületességet a földön, hogy Jahua rátok hozhassa mindazt, amit mondott, hogy Ábrahámmal és magjával cselekszik. És szeressétek egymást, fiaim, a ti testvéreteket úgy, mint aki szereti a maga lelkét, és mindegyik őtök keresse testvérének hasznát, és cselekedjetek együtt a földön, és szeressétek egymást, mint a saját lelküket. És a bálványokkal kapcsolatban megparancsolom és figyelmeztetlek titeket, hogy utasítsátok el azokat, és gyűlöljétek azokat, és ne szeressétek, mert tele vannak megtévesztéssel azok számára, akik imádják azokat, és azoknak, akik lehajolnak előttük. Emlékezzetek, fiaim, Ábrahám a ti atyátok Elohimjára, és arra, hogy én is hogyan imádtam őt, és szolgáltam igazságosságban és örömben, hogy megsokasítson titeket, és megnövelje ivadékaitokat, sokaságban, mint az égnek csillagai, és beplántáljon benneteket a földön, mint az igazságosság növényét, amely nem lesz kiírtva minden nemzedékeken át örökké. És most megesketlek titeket egy nagy esküre, mert nincsennél nagyobb eskü, mint a dicsőséges, tisztelt, nagy és nagyszerű, csodálatos és hatalmas név által, amely alkotta az egeket és a földet és minden dolgot együtt, hogy félni és imádni fogjátok őt. És hogy mindegyik őtök szeretni fogja testvérét ragaszkodással és igazságossággal, és egyik őtök sem fog gonoszt kívánni testvére ellen ezentúl mindörökké, életetek minden napjában, hogy sikeresek legyetek minden cselekedeteitekben, és ne legyetek elpusztítva. És ha bármelyik gonoszt eszel ki testvére ellen, tudjátok meg, hogy mostantól, aki gonoszt tervel testvére ellen, az testvére kezébe essen, és legyen kiírtva az élőknek földjéről, és magja legyen elpusztítva az ég alól. De az űrzavar, az utálat, a megbotránkozás és a harag napján majd úgy, ahogyan elégette szodomát lángolva, megemésztő tűzzel hasonlóan fogja elégetni annak földjét, annak városát és mindent, ami azi az emberé, és neve ki lesz törölve az emberek fiainak nevelésére szóló könyvből, és nem lesz feljegyezve az élet könyvében, hanem abban, ami az elpusztításra lett kinevezve, és örök utálatra fog eltávozni. Úgy, hogy kárhoztatásuk mindig megújul, gyűlöletben, haragban, kímban, megbotránkozásban, dögvészekben és betegségben örökké. Én mondom és tanúsítom nektek, fiaim, az ítélet szerint, ami el fog jönni az emberre, aki ártani kíván testvérének. És elosztotta minden vagyonát a kettő között azon a napon, és adta a nagyobb részt az első szülöttnek, és a tornyot és mindent a körül, és mindent, amit Ábrahám birtokolt a fogadalom kútjánál és mondá, ezt a nagyobb részt az első szülöttnek adom. És Ézsau felele, eladtam Jákobnak, és odattam Jákobnak születési jogomat. Neki legyen adva, és nincs egyetlen szavam se erre vonatkozólag, mert az övé. És Izsák mondá, áldás nyugodjon meg rajtatok, fiaim, és ivadékaitokon ezen a napon, mert megnyugvást adtatok nekem, és nem fáj szívem a szülési jog miatt, hogy nehogy bűnösséget munkáljatok annak következtében. A magasságos Elohim áldja meg az embert, aki igazságosságot munkál, őt és ivadékait örökké. És befejezte parancsolatait és áldásait felettük, és ettek és ittak együtt ő előtte, és Izsák örvendezett, mert egy akarat, egy értelem volt kettejükben, és kimentek tőle, és megpihentek azon a napon, és aludtak és Izsák elaludt ágyában örvendezve, és az örök alvásba merült, és meghalt 180 évesen. 25 év hetet és öt évet töltött be, és két fia Ézsau és Jákób eltemették. És Ézsau elment Edom földjére Seír hegyeihez, és ott lakozott. És Jákob Hebron hegyein lakott, atya Ábrahám tartózkodása földjének tornyában, és szolgálta Jahuát teljes szívéből és a látható parancsolatok szerint. A szerint, ahogy ő felosztotta nemzedékeinek napjait. És le a felesége meghalt a 45. jubileum második évhetének negyedik évében, és eltemette a Kettős barlangban anyjához Rebekához közel, Sárának, atya anyjának sírjától barra, és minden fiaik eljöttek, hogy gyászolják Leát feleségét ő vele és hogy megvigasztalják miatta, mert Jákob siratta, mert rendkívül szerette, miután nővére Rákhel meghalt. Mert le tökéletes és becsületes volt minden útjában, és tisztelte Jákobot, és mind az idő alatt, amíg vele élt. Jákob egy durva szót sem hallott szájában, mert gyengét, béke szerető, becsületes és tiszteletreméltó volt. És Jákob megemlékezett le minden cselekedetéről, amiket tett élete folyamán, és nagyon siratta őt, mert szerette teljes szívéből és teljes lelkéből. 37. fejezet És azon a napon, amelyen Izsák Jákobnak és Ézsáunak atya meghalt, Ézsáú fiai meghallották, hogy Izsák az idősebb részét a fiatalabbik fiának Jákobnak adta, és nagyon dühösek lettek. És versengtek atyuknál mondván, Miért adta atyád az idősebb részét Jákobnak és mellőzött téged, holott te vagy az idősebb és Jákoba fiatalabb? És felele nekik, mert eladtam a születési jogomat Jákobnak egy kis tál lencséért, és azon a napon, amikor atyám elküldött vadászni és fogni, és vinni neki valamit, amit egyen és megálljon, eljött Jákob csellá, és hozott atyámnak ételt és italt, és atyám megáldotta, és engem keze alá helyezett. És most az atyánk megesketett minket, engem és őt, hogy nem fogunk kölcsönösen gonosz tervelni, egyikünk sem a másik ellen, és hogy maradjunk meg szeretetben és békében, mindegyikünk a maga testvérével, és ne meg a mi útainkat. És mondák neki, nem fogunk rád hallgatni, hogy békében legyünk vele, mert erőnk nagyobb erejénél, és erősebbek vagyunk nála. Elmegyünk ellene, és levágjuk, és elpusztítjuk őt és fiait és ha nem fogsz velünk jönni, neked is ártani fogunk. És most figyelj ránk! Hadd küldjünk Arámba, Filiszteába, Moábba és Ammonba, és hadd válasszunk magunknak válogatott férfiakat, akik búzgóak a harcra, és hadd menjünk ellene, és hadakozzunk ellene, és hadd ki a földről, mielőtt megerősödik. És adjuk felele nekik, ne menjetek és ne háborúzzatok vele, nehogy elessetek ő előtte. És mondák neki, pontosan ez a te fiatalságottól mind a mai napig, és behajtod nyakadat igája alá. Nem fogunk hallgatni ezekre a szavakra. És elküldtek Arámba és Aduramhoz, atyuk barátjához, és közöttük felbéreltek ezer harcoló férfit, válogatott hadakozó férfit. És jöttek hozzájuk moából és Ammon gyermekeitől, azok, akik fellettek bérelve. Ezer válogatott férfi, és Filisztából ezer válogatott hadakozó férfi, és Edomból, és a Horitákból ezer válogatott harcoló férfi, és Kittimből erős hadakozó férfiak. És mondák atyuknak, menj ki velük és vezesd őket, különben el fogunk vágni téged és megtelt haraggal és felháborodással látván, hogy fiai őszakolják, hogy menjen előttük, hogy Jákob testvére ellen vezesse őket. De azután megemlékezett minden gonoszról, ami szívében elrejtve feküdt Jákob testvére ellen, és nem az esküre emlékezett, amit megesküdött atyának és anyjának, hogy nem fog gonosz tervezni Jákob testvére ellen minden napjaiban. És mindezek mellett Jákob egész addig nem tudta, hogy jönnek ellene hadakozni, és feleségét gyászolta, amíg csak azok nagyon közel nem értek a toronyhoz, négyezer harcosra és válogatott hadakozó férfiakkal. És Hebron férfiai hozzá küldtek mondván, íme testvéred ellened jött, hogy harcoljon veled négyezer karddal, felövezett emberrel, és pajzsokat és fegyvereket visznek, mert jobban szerették Jákobot, mint Ézsaut. Úgyhogy elmondták neki, mert Jákob nagylelkűbb és irgalmasabb ember volt, mint Ézsau, de Jákob nem hitte el, amíg nem jöttek egészen közel a toronyhoz és bezárta a torony kapuit, és a lőrésekre állt, és szólt testvéréhez Ézseúhoz, és mondá. Nemes a vigasz, amivel eljöttél vigasztalni engem a feleségemért, aki meghalt. Ez az az eskü, amit megesküdtél atyádnak és anyádnak, mielőtt meghaltak. Megszekted az esküt, és abban a percben, amelyben megesküdtél atyádnak, lettél elítélve. És akkor Ézsau válaszolt és mondá neki, sem az ember gyermekeinek, sem a föld vadállatainak nincs igazságosság esküje, amit esküdve fogadtak volna. Esküként, mely érvényes örökké, hanem minden nap gonoszt gondolnak ki egymás ellen, és bizony mindegyikük lemészárolja ellenfelét és ellenségét. És te gyűlöltél engem és gyermekeimet örökké. És nincs megtartva a testvéri kötelék te veled. Hald ezeket a szavakat, amiket kijelentek neked. Ha a vaddisznó megváltoztathatja bőrét és a sörtét, puhává teheti, mint a gyapjú, és mikor megteheti, hogy a fejéből szarvak nőjenek ki, mint a szarvasbika szarvai, akkor fogom megtartani a testvéri köteléket te veled. És ha az emlők elválasztják magukat anyjuktól, mert te nem voltál testvér számomra. És ha a farkasok békét kötnek a bárányokkal, hogy ne fajják fel, vagy ne bántsák őket és mikor a szívük azok felé fordul véglegesen, akkor lesz béke az én szívemben te feléd. És ha az oroszlán az ökör barátjává válik, és békét köt vele, és ha egy igába lesz kötve, és együtt szánt majd vele, akkor fogok békét kötni veled. És mikor a holló fehérré válik, mint a raca, akkor tud, hogy szerettelek téged, és békét fogok kötni veled. Ki leszel írtva, és fiaid is ki lesznek írtva, és nem lesz számodra béke. És mikor Jákob látta, hogy ennyire gonosz szándékú volt szívével és teljes lelkével irányába, hogy levágja, és hogy úgy jött, mint a vaddisznó, ami rárohan a lándzsára, amely felnyársalja és megöli azt, és nem hátrál meg attól, akkor szólt az övéihez és szolgálóihoz, hogy támadják meg őt és minden társát. És ezután Júda szólt Jákobhoz, atyához és mondánéki, feszítsd az íjad, atyám, és küld ki a te nyilaidat és veszítsd el az ellenfelet, és vágd le az ellenséget, és legyen meg te benned az erő, mert mi nem fogjuk levágni testvéredet, mert olyan, mint te, és hasonlít te hozzád. Hadd adjuk meg ezt a tiszteletet. Akkor Jákob kifeszítette az íját, és kiküldte a nyilat, és az átütötte Ézsau testvérét annak jobb mellén, is megölte. És újra kiküldött egy nyilat, és eltalálta az arámi adoránt a bal mellén, és hanyat lökte és megölte. És aztán Jákob fiai kimentek, ők és szolgáik csapatokra osztva maguk a torony négy oldalán. És Júda ment ki elől, Naftali és Gád vele, és ötven szolga vele a torony déli oldalán, és levágtak mindenkit, akit találtak maguk előtt, és egy személy sem menekült meg. És Lévi, Dán, Áser kimentek a torony keleti oldalán, és ötven férfi velük, és levágták Moáb és Ammon harcoló férfiait. És Rúben, Iszakár és Zebulon kimentek a torony északi oldalán, ötven ember velük, és levágták a filiszteusok harcoló férfiait. És Simeon, Benyámin és Énok, Rúben fia, kimentek a torony nyugati oldalán, ötven férfi velük, és levágták Edomból és a Horitákból négyszáz férfit, bátor harcosokat és hatszáz elmenekült, és Ézsau négy fia velük menekült és hátrahagyták atyukat, aki halva feküdt, úgy, ahogy elesett a dombon, ami Adurámban van. És Jákob fiai üldözték őket Szeír és Jákob eltemette testvérét a dombon, ami Adurámban van, és visszatért házába. És Jákob fiai keményen hajszolták Ézsau fiai Szeír és azok meghajlították nyakaikat, úgyhogy Jákob fiainak szolgálóivá váltak és elküldtek atyukhoz, hogy tudakozódjanak, hogy békét kössenek-e velük, vagy levágják őket. És Jákob üzent fiainak, hogy kössenek békét, és békét kötöttek velük, és a szolgaság igáját rakták rájuk úgy, hogy mindig adót fizettek Jákobnak és fiainak. És mindaddig a napig megfizették az adót Jákobnak, amíg az le nem ment Egyiptomba. És Edom fiai nem jöttek ki a szolgaságnak igája alól, amit Jákob tizenkét fia vetett királyuk, mind a mai napig. És ezek azok a királyok, akik uralkodtak Edomban, mielőtt bármilyen király uralkodott volna Izrael gyermekein eddig a napig Edom földjén. És a Beor fia Barak uralkodott Edomban, és városának neve Danaba volt, és meghalt Balák, és a Bóseri Zarafia Joáb uralkodott helyette és meghalt Joáb, és Ásám Teman földjéről uralkodott helyette. És meghalt Ásám, és Adat, Barad fia, aki levágta Midiánt, Moab mezején uralkodott helyette, és városának neve Avit volt. És meghalt Adat, és Sámán Amasekából uralkodott helyette. És meghalt Sámán, és Saul a folyó melletti Rábódból uralkodott helyette. És meghalt Saul, és Bálunan, Ágbor fia uralkodott helyette. És meghalt Bálunán Ágbor fia, és Adát uralkodott helyette. És feleségének neve Maitabit volt, Matarat lánya, aki Matebedzáb lánya volt. Ezek azok a királyok, akik Edom földjén uralkodtak. 39. fejezet és Jákob atya tartózkodásának földjén, Kánaán földjén lakozott. Ezek Jákob nemzetségei. És József 17 éves volt, amikor elvitték Egyiptomba, és Potifár, Fáraó egyik eunokja a legfőbb szakács vette meg őt. És felügyelővé tette egész házán, és Jahua áldása volt az egyiptomi házán József miatt, és Jahua felvirágoztatta mindenben, amit tett. És az egyiptomi rábízott mindent József kezeire, mert látta, hogy Jahua volt vele, és hogy Jahua felvirágoztatta minden dolgában. És József külső megjelenése kellemes volt, és megjelenése nagyon szép volt, és gazdájának felesége felemelte szemeit, és látta Józsefet, és szerette és könyörgött neki, hogy háljon együtt ő vele. De József nem adta fel lelkét, emlékezett Jahuára, és azokra a szavakra, amiket atya Jákob szokott felolvasni Ábrahám szavai közül, hogy egy ember se kövessen el paráznaságot asszonyjal, akinek férje van, mert az ilyen emberre halálbüntetés lett elrendelve a mennyekben, a magasságos Elohim előtt, és ez a bűn mindig fel lesz jegyezve ellene az örök könyvekben Jahua előtt. És József megemlékezett ezekről a szavakról, és megtagadta, hogy feküdjön ő vele és az eunok felesége egy évig könyörgött neki, de József elutasította és nem hallgatott rá. De az megragadta, és erősen fogta a házban, hogy rákényszerítse, hogy lefeküdjön vele, és bezárta a ház ajtajait, és szorosan fogta Józsefet, de ő hátrahagyta a köntösét az asszony kezeiben, és áttört az ajtón, és elmenekült társaságából és az asszony látta, hogy József nem fog együtt hálni ővele, és megrágalmazta urának jelenlétében mondván, a te héber szolgád, akit szeretsz, kényszeríteni akart engem, hogy lefeküdhessen velem, és az történt, hogy amikor felemeltem a hangom, elfutott, és a kezeimben hagyta a köntösét, mikor megfogtam, és áttört az ajtón. És az egyiptomi látta József köntösét és a törött ajtót, és hallotta feleségének szavait, és börtönbe vetette Józsefet arra a helyre, ahol azok a foglyok voltak, akiket a király bebörtönzött. És ott volt a börtönben, és kedvessé tette Jahua Józsefet a börtönőrök főnöke előtt, és együttérzést keltett abban, mert látta az őr, hogy Jahua volt vele, és hogy minden cselekedetét felvirágoztatta és rábízott minden dolgot kezeire, és a börtönőrök főnöke nem is tudott semmiről, amiket rábízott, mert József megcsinált mindent, és Jahua tökéletesítette azokat. És ott maradt két évig, és azokban a napokban Fáraó, Egyiptom királya dühös volt két eunuchjára, a fő komornyikra és a fő pékre, és őrség alá helyezte őket a legfőbb szakács házában, a börtönben, ahol Józsefet tartották és a börtönőrök főnöke kinevezte Józsefet, hogy szolgáljon nekik, és szolgált előttük. És mindketten álmot álmodtak, a fő komarnyik és a fő pék, és elmondták Józsefnek. És ahogyan értelmezte azokat, úgy is történtek velük a dolgok, és Fáraó visszaállította a fő komarnyikot a hivatalába, és a főpéket péket megölte, pont ahogyan József megmondta nekik. De a fő komarnyik Megfeledkezett Józsefről a börtönben, pedig József közölte előre mi fog történni vele. Ám a főkamarniknak nem jutott eszébe, hogy tudassa Fáraóval. József hogyan mondta meg neki, mert elfelejtette. 40. fejezet. És azokban a napokban Fáraó egy éjszaka két álmot álmodott egy éjjénységre vonatkozólag, ami az egész földre eljön, és felébredt alvásából, és hívatta Egyiptom minden álomfejtőjét és varázslóját, és elmondta nekik mindkét álmát, és azok nem voltak képesek megjelenteni az álmokat. És akkor a főkomarnyik megemlékezett Józsefről, és beszélt róla a királynak, és Fáraó előhozta a börtönből, és elmondta a két álmát József előtt. Ő pedig elmondta Fáraónak, hogy a két álom valójában egy, és mondá neki hét esztendő jön, amik bőségesek lesznek Egyiptom egész földjén, és azután hét év éhínség jön, olyan éhínség, amilyen még nem volt az egész földön. És most nevezzen ki Fáraó felügyelőket Egyiptom egész földjén, és halmozzák fel az élelmet minden városban a bőség napjainak idején, és így lesz élelem a hét év éjénység idejére, és a föld nem fog elveszni az éjénység miatt, mert az nagyon kemény lesz. És Jahu a kedvessé és kegyelemre méltóvá tette Józsefet Fáraó szemeiben, és Fáraó mondá szolgáinak, nem fogunk ilyen bölcs és megfontolt ember találni, mint ez az ember, mert Jahu a szelleme van vele. És kinevezte másodiknak az egész királyságában, és felhatóságot adott neki egész Egyiptom felett, és Fáraó második harci szekerén utazott. és kagylósejem köntösökbe öltöztette, aranyláncot helyezett nyakára, és egy hírnök hirdette előtte járva: El-elvá Abirer, és egy gyűrűt helyezett el kezén, és egész házának uralkodójává tette, és nagyját tette és mondá neki: Csak a trónon leszek nagyobb, mint te. És József uralkodott Egyiptom egész földjén, és Fáraó minden hercege, minden szolgája, és mindenki, aki a király ügyeiben munkálkodott, szerette, mert igazságosságban járt, mert büszkeség és gőg nélkül volt, és nem volt személyválogató, és nem fogadott el ajándékokat, hanem egyenességben ítélkezett a föld minden népe felett. És Egyiptom földje békében volt Fáraó előtt József miatt, mert Jahua volt vele, és adott kedvességet és kegyelmet minden nemzedékére, mindazok előtt, akik ismerték, és akik csak hallottak róla. És Fáraó királysága jól rendezett volt, és nem volt hasatán, és nem volt gonosz személy abban. És a király a Szefántifánsz nevet adta Józsefnek, és feleségül adta Józsefhez Potifár lányát, Heliópolis papjának a legfőbb szakácsnak a lányát és azon a napon, mikor József fáraó előtt állt, harminc éves volt. És abban az évben meghalt Izsák. És történt, hogy ahogyan József elmondta a két álom magyarázatában, pontosan az szerint, ahogy mondta, hét bőséges esztendő következett Egyiptom egész földjén, és Egyiptom földje bőségesen termett. Egy mérték 1800 mértéket. És József összegyűjtötte az élelmet minden városban, amíg tele nem lettek gabonával, és amíg többé már nem tudták megszámolni és megmérni annak sokasága miatt.